Jó estét, elnézést a késésért. Ó, csókolom, Alida. Már nagyon vártuk. Komolyan kezdtem aggódni, hogy mással kell megcsinálni a felvételt. Még egyszer elnézést. Kezdhetjük? Persze. Nem akar előbb a sminkbe menni? Miért? Ez nem jó? Ez... de. De. Tökéletes. Hát akkor parancsoljam. Soha nem bíznám a sminkemet másra. Az olyan, mintha az életemet bíznám valakire. Vagyis nem bíznám másra az életét? Ez már a műsor? Nem, dehogy. De lehet, hogy szóba kerül. Gyerekek, egy percet kérek és kezdhetünk, jó? Hát nem volt valami jó napom. A kocsim bedöglött, a taxis elvitt a város másik végében, mert félreértette a fodrászom címét, aki a kapkodásban ezt a szörnyűséget produkálta. Nyugodjon meg, Alida. A haja gyönyörű. Kösz. Vegyük át még egyszer, csak hogy ne legyen semmi félreértés. Este vágás nélkül megy adásba. Nem módosítunk a felvételen, mintha élő lenne. A műsor címe nincs passz. Ez azt jelenti, hogy egyetlen kérdésemre sem mondhatja azt, hogy passz. Illetve mondhatja, de akkor addig tartott a beszélgetés. Ismerem a műsort. Ennek örülök. Gyerekek, ha készen vagytok, akkor tőlünk kezdhetjük. Cseret kérek, felvétel! Tessék! Jó estét kívánok, hölgyeim és uraim! Kedves nézőink, újra itt a Nincs Passz stúdiójában. Örömmel jelenthetem, hogy legutóbbi adásunk a legnézettebb esti műsor volt az országban. Igaz, csak 20 percig tartott, mert elhangzott az a bizonyos passz szócska. Remélem, mai vendégünk kitölti a teljes műsoridőt. Ismerkedjenek meg vele, noha nem hiszem, hogy ne ismerné őt az egész ország. Gál Alida. Jó estét. Jó estét, Alida. Miközben felkészültem a ma esti műsorra, rengeteg emberrel beszélgettem, és egy dologban mindenki egyetértett, amikor maga szóba került. Mit gondol, mi volt az? Fogalmam sincs. Hogy magát nagyon szeretik, Alida. Igen, mindenki. Ezt nem mondja komolyan. De, a volt férje is. Teljesen elérzékenyült, amikor felhívtam. Bár nem hiszem, hogy van itt a nézők között bárki, aki ezzel ne lenne így. Hát kezdjük talán ott, hogy ön megnyerte a múlt rendszer egyik utolsó szépségkirálynő választását. Persze majd visszamegyünk a gyerekkorára is, de tény, hogy ettől a pillanattól kezdve lett híres. Jól mondom? Igen, azt hiszem. Ezután a siker hátszelével elindult a nagyvilágba. Mesélne nekünk erről az időszakról? Nos, a világ szépe választásig minden olyan volt, mint egy álom. Beutaztam a fél világot. Rengeteg felkérést kaptam modellmunkákkal kapcsolatban. Siker, pénz, csillogás. Hát valahogy úgy. De azért ez nem volt olyan egyszerű. Nagyon hiányoztak a szüleim, az itteni barátaim. Szinte állandóan a telefonon ültem, és hol Floridából, hol Párizsból telefonáltam. Hát ezt én is tanúsíthatom, már mint a barátokkal való telefonos kapcsolattartást. Az egyik barátnője mesélt egy esetet, amit maga egy emlékezetes hajnali telefonban újságolt el neki. Ó, hát persze, a Margó. Elúságoltam neki, hogy a kaszinóban nyertem 10 000 dollárt, de ennek volt egy muris előzménye. Igen, micsoda? A kinti barátaimmal sétáltunk a Las Vegas-i utcákon, és eszem ágában sem volt játszani, na meg aztán elherdálni való pénzem sem igen volt. Egyszer csak megakadt a szemem egy apró, pici üzlethelyiségen, aminek a cégtábláján ez állt. Devil, contract, hír. Szerződés az ördöggel itt. Aznap éjszaka lementem a szállodából. Ott minden non-stop nyitva van. Beléptem az üzletbe, egy álmos öregasszony fogadott. Alig kellett megszólalnom. Már is elém tolt egy papírt, hogy írjam alá. Ó, tisztára, mint egy Kafka novella. És mi állt a papíron? Semmi. Egy teljesen üres lap volt. De ugye nem írta alá? Dehogy nem. Csak nem a lap alján, hanem a tetején. Ha, szóval adott egy autogramot. És aztán? Az álmos öregasszony elvette a papírt, kért 5 dollárt, és aztán felírt egy számot. 6. Ez állt a papíron. 6. Csak nem azt akarja mondani, hogy ezzel a számmal nyert 10 000 dollárt? De! Még aznap éjjel bementem az első kaszinóba, és bejött. Ez nem semmi, ahogy mondani szokás. És? Egy évvel később ismét ott jártam, és az első utam a boltba vezetett. Na-na. Na-na.
De sajnos egy művirágüzletet találtam a helyén. Ah, akkor hagyjuk is ott Las Vegas-t, és jöjjünk haza. Itthon sztármodell lett, közben volt egy házasság is, és... Az már jóval utána volt. Túl vagyok egy válláson. És néhány abortuszon. Ilyen durvaságokról is beszélni kell. Ha nem akar, akkor mondhatja, hogy passz. Csak azt kérem, hogy váltsunk témát. Alida, ez egy ilyen műsor. Ha maga témát akar váltani, akkor a nézők csatornát fognak váltani. Még csak 5 perc telt el. Ha most abba hagynánk, az negatív csúcs lenne. Értem. Semmi kedvem negatív csúcs lenni. Kérdezzem. Jól van. Már nem is érdekel az abortusz téma. Menjünk tovább. Beszéljünk a szüleiről. Az édesapja színművész, ugye? Igen. Melyik előadáson volt ott legutoljára, amiben az apja is szerepelt? Nem tudom. Passz? Nem mondtam, hogy passz. Képzelt beteg. Igen, hát az éppen 14 évvel ezelőtt volt. Csak nem azt akarja mondani, hogy azóta az apja egyetlen bemutatójára sem ment el. Nem szeretem a színházat. Úgy tudom, hogy imád galériákba, múzeumokba járni. Viszont utál színházba menni. Hát ez túlzás. Csak kevésbé szeretem a színházat, mint mondjuk a képtárakat. Értem. Akkor most menjünk vissza a gyerekkorába, ahogy azt ígértem. Egy, hogy is mondjam, kellemetlen üggyel kapcsolatban. Mire gondol? 12 éves lehetett. Volt egy vidéki nagybácsi, bizonyos Feri bácsi, akinél anyarakat töltötte, legalábbis egy ideig, amíg a szülei sürgősen haza nem szállították. Mi történt azon a nyáron, amikor utoljára volt ott? Ezt meg honnan tudják? Ez maradjon az én titkom. Tehát, mi történt azon a nyáron? Feri bácsi 4 éve meghalt. És? Hallottak róla jót, vagy semmit? Volt egy érdekes epizód az életében. Egy pornófilm forgatás. Forgatás? Pontosan milyen típusú film? Komolyan mondom, Alida, te nem vagy normális. Elment az eszed. Nagyon régen volt. Tehát nyugi, csak jól volt. Jöttem ki belőle. Miért vett részt egy ilyen, hogy is mondjam, kalandban? Pénzszűkében volt? Nem voltam pénzszűkében. És nem egy pornófilm forgatás volt. Egy karibi vitorlázás, fürdés és néhány vidám lány. Jaj, hát, nem. Leszbikus jellegű mozidarab készült. Nem tudom, nem láttam a filmet. Jaj. Nos, műsoridőnk lejárt, és gratuláljunk Alidának, hiszen egyetlen egyszer sem jutott el a passzig. És ebből az alkalomból fogadjon el tőlem ajándékul egy igazi, hamisítatlan Las Vegas-i kalapot. Melyet ezen. Jól jöttél ki belőle? Meg is emelek ön elő. Megmondtam, hogy nem vállaljuk el. És? Ha eljátszom egy zárdából jött apácát, szerinted nem röhögnének rajtam? És ne felejtsd el, végig csináltam. Láttam, hogy te is tátott szájjal nézted. Én csak téged féltelek, Anya. Ah. Képzel csak el, miket fognak írni holnap azok a szemét bulvárlapok. Ugyan. Hiszen hallottad, hogy engem mindenki szeret. Téged is felhívott ez a Szilárd? Nem. Szerencsére én kimaradtam. Szerencsére? Miért te más mondtál volna? Te, nem megyünk el vacsorázni? Szeretném még egyszer végignézni a műsort. Menj csak el! Na hát én úgyse nézném végig, az biztos. Erről a Feri bácsiról soha nem meséltél. Mit csinált veled? Ernő, kérlek, hogy hagyjál egyedül. Rendben van. Megyek. És ne sértődj meg. Légy szíves, gyere be reggel az irodába. Meg kell beszélni a következő fél évi melókat. Még az is lehet, hogy amiért a hülyeség miatt lemondják a reklámot. Jó éjszakát. Kedves nézőink, újra itt a Nincs Passz stúdiójában. Remélem, ma esti vendégünk kitölti a teljes műsoridőt. Ismerkedjünk meg vele, noha nem hiszem, hogy ne ismerni őt az egész ország. Gál Alida. Jó estét, Alida.
Amikor a ma esti adásra készültem, rengeteg emberrel beszélgettem, és egy dologban mindannyian egyedül. Halló? Egy kocsit szeretnék Zuglóba. Mondom. Ezen mi történt? Nem értem. Bocsánat. Hibba meg, mi a? Figy a balon! Bocsánat, megmondaná, hogyan jutok el a Róbert Károly körútra? Tudja, asszonyom, ha az emberek végig gondolnák, hogy mi várhat rájuk egy átlagos nap délelőttjén, ki sem merészkednének a lakásukból. Ott van egy aluljáró, az átvisz a sínek alatt. Köszönöm. Thank you.
itt van a mentőbe. Pont, hogy kávéztunk volna. Biztos, hogy ő az? Ki más jöhetne egyből ide? Kérem, mi folyik itt? Kávé. Ahogy látom, be van tojva. Akkor nem tud ez semmit. Ja, rá van írva. Iszol velünk egy kávét? Közben elmondunk neked egyet s mást. Amit kell, hogy tudjál. Nem lesz semmi baj, nyugi. Enni fog, ne félj. Ez itt az előkészítő. Mi készítünk elő? És eddig nem féltél? Már túl is vagy a nehezén. Mi ez a hely? Ennek nincs semmi fantáziája. Ja, semmi. Adjuk még hát, ha kitalálja. Mi ez a hely, ahol vagyok? Ez itt a várakozók csarnoka. Aki befejezte a lófrálást odafönt. És nem vesz többé levegőt. Az ide kerül egytől egyig. Ítéletét itt várja ki. Csak hogy a szent fazekok teszet oszák. Néha ezer évig is eltart egy tárgyalás. Ezer év egy tárgyalás? Na ja, itt az idő nem számít. Itt senki nem hőbörög. Hogy mi lesz már? Ha jól tudom, még csak Urukváros 7. 8. polgárát vizsgálják. Miért kerültem ide? Meghaltam volna. Hé, ez nem a felvevő részleg. Még csak azt kéne. Ott meg lehet gebedni, annyi a munka. Minket megbecsül a herceg. Mi meg rajongunk érte. Nem mondtuk, ez az előkészítő. Mire? Mire készítenek elő? A halálra. Az életre. A kezdetre. A végre. Semmit sem értek. Az nagy baj, mindjárt jön a herceg. És elvárja, hogy mindent tudjál addigra. Meg ne próbálj túljárni az eszén, ami egyébként is lehetetlenség. Hódolatra éhes. Az ajnározás látszólag megveti, de valójában imádja, ha hízelegnek neki. Kicsoda ez a herceg? Ezzel ragja, még ezt sem tudja. Hát így nem leszünk meg, mire ide ér. Ő a pokol harmadik hercege. Igazi neve Astaroth. De jobban kedveli, ha csak hercegnek hívjuk. Itt van! Cipirtyók! Megtörtént a beavatás? Ó, herceg, éppen ott tartunk, hogy... És azon már túl vagyunk, hogy... Be fogom tiltani a kávézást. Nagyon vártam már ezt a találkozást. És ha nem csal a megérzésem, te sem vagy másképp ezzel. Szétnéztél már? Micsoda bálterem? Hát mit mondjak, bizarr. De mit keresek itt, herceg? Meghaltam? Vagy csak egy képtelen álmot álmodok éppen? Minden álom halál. Minden halál álom. Hagyd a kérdéseket. Inkább gyere, táncolj, ahogy eddig még nem táncoltál soha. Herceg, mi történt velem? Istenem, elszédülök. Engedd el magad. Hiszen erre vágytál, nem? Te mindent tudsz. Igen, lehet, hogy erre vágytam. Lehet, hogy minden nő erre vágyik, hogy egyszer a sátánnal táncoljon. Tetszik, hogy nem estél pánikba. Mit akarsz tőlem, herceg? Adni akarok valamit neked, Alida. Mit még? Hiszen ez a tánc felülmúlhatatlan, hercegem. Ha akarod, inkább én adom magam neked. Féli, meddig ezért vagy itt. De előtte, mint egy cserébe, kaphatsz tőlem még egy perc életet. Egy egész percet? A herceg megveszett. Tehát mégis meghaltam? Hát?
Miért nem felelsz, herceg? Akkor most élek, vagy meghaltam már? Is. Ez egy köztes állapot. De melyik állapot más? Amit ti ott fent életnek neveztek, pusztán csak arra való, hogy ide kerülve legyen elég ok az ítélethez. És most figyelj, mert nagyon megkedveltelek, és mert régóta szemmel tartalak, egy teljes percre visszakapod az életedet. De egy perc múlva újra velem leszel. Nem fogtad fel, kedvesem. Ilyen nagyvonalú még nem voltam senkivel. Ugyan, egyetlen perc, mit kezdhetnék vele? Egy perc rengeteg idő, sőt, szinte végtelenül sok. Majd megtapasztalod. De többet nem segíthetek, kedvesem. Szipirtyók! Itt vagyunk. Hová vigyük, herceg? Vigyétek, az ágyába. Háló! Csókolom, itt Bodor az autószervizből, délután lehet jönni a kocsiért. Ez prima, Bodor úr, hány óra körül? Úgy 3, vagy inkább 3:30. Ott leszek, köszönöm, viszlát. Kész csók. Igen? Csókolom, itt Bodor az autószervizből, délután lehet jönni a kocsiért. Az előbb beszéltünk. Megbeszéltük, hogy 3 után, nem emlékszik? Inkább 3:30. Igen, nem 3, hanem 3:30. Köszönöm, Bodor úr. Kész.
Bodor úr? Csókolom, itt Bodor az autószervízből. Délután lehet jönni a kocsiért. Valami baj van? Nincs semmi baj. Úgy három, vagy inkább fél négy. Igen, köszönöm. Kész csók. Ez begolyózott. Csak kárt ne tegyen az autóban. A Süvegi Bélával? Az kicsoda? Hát a kerületi polgármester helyettes. A fürdő medencéjéből vitték el a nyomozót. Nem. És mi? Mindig. Tudod, hogy jön? Tudom. Na végre! Erre is órákat kell várni. Unokát tört be? A Tibi! Az a szemétláda! És otthon voltál? Isten őriz! Talán még meg is ölt! És a rendőrség? A rendőrség? Tudom, mit mondom? A szárad lakatra! És akkor mi van? Azt meg lefelsíti. Vagy hogy csináltassak valami nevedet, valami biztonsági zárat. Azt a szemétládát lecsukják! Azt várhatom! Azt várhatod. Tudod, mi történt a Süvegi-Bélával? Ezek megúszák mindig. Tudom. Na végre! Erre is órákat kell várni. Ne mondd, az unokát tört be. Az a szemétláda. És otthon voltál? Isten őriz, talán még meg is ölt. És a rendőrség? A rendőrség? Tudom, hogy fogod a rendőrség. Cseréljen ki a zárad lakatra. És akkor mi van? Azt meg lefésítjük. Csókolom. Hová lesz a fuvar? Szatmár utca autószervíz. Rendben. A telepesen menjünk, vagy az Erzsébeten? Magára bízom. Az Erzsébet jobb. Kisebb a forgalom. Lesz a fuvar. Az a szemétláda. És otthon voltál. Isten őriz. Az ott már utca. Autószervíz. Rendben. Cseréljen ki a zárad lakatra. És akkor... A telepesen menjünk, vagy pedig az Erzsébeten? A telepesen. Az Erzsébet jobb. Kisebb a forgalom. Kis hölgye, 400 forint.
Mi van, nem akarsz fizetni? 400 ruppó van az órában. Nem abban, anyukám, hanem nálam. Miért néz ez engem? Kicsoda maga? Egy vándor. Vagy csavargó. Ahogy tetszik. Kik voltak ezek? Végrehajtók. Végrehajtók? Egyelőre elégedjen meg ennyivel. Miért támadtak rám? Maga haladékot kapott. Kicsoda maga? Jöjjön. Hova megy? Itt nem mehet fel. Arra nem mehet, mert lesben állnak. Csodálom, hogy még él. Mióta kapta a haladékot? Mióta? Nem tudom. Nem tudom. Megállt az idő. Egyetlen rohadt perc forog körbe, mintha megakadt volna valami őrült lemezjátszó. Egy perc? Ezt nevezem. Magát nagyon megkedvelhette Astaroth. Ismeri a herceget? Menjünk már innen. Jöjjön már! Az anyátok! Mi az Isten? Hé! Hey! Mit csinál már? Jöjjenek vissza! A pályára tilos bemenni! Kurva turisták! Itt Antal. A Vörösmarty téri megállóba két ember bement az alagútba. Ott sétálnak. Egy férfi meg egy nő. Hogy ismerem-e a herceget? Én mindenkit ismerek. Mindenkit. A három ostoba herceget is természetesen. Asmodeus, Astaroth, Mammon. Ki nem állhatjuk egymást. Én semmit sem értek. Valamikor egy urat szolgáltunk mi négyen. Ők átálltak a sötét oldalra, én erre nem voltam hajlandó. Büntetésből ide zártak, a senki földjére. A fény és a sötétség közé. Itt csavargok ezer meg ezer éve. Rendben.
Nekem már minden beadható. Elárulná, hogy mi a neve? Nevem Thor, ami óbabiloni nyelven szelet jelent. Thor? Majd megpróbálom megjegyezni, hogyha felébredek, akkor emlékezzek rá. Felébredni? Na hát ezt verje ki a fejéből. Hogy hívják, hölgyem? Alida. Alida. Nagyon szeretném megtudni, hogy miért kapott egy egész percet. Asztalot kegyeltjei ritkán kapnak néhány másodpercnél több haladékot. Haladékot? Ezt már harmadszor mondja. Miféle haladékot? Mire haladékot? Volt a várakozó csarnokában, ugye? Igen, voltam. Nos, minden igaz, amit látott. Milliárdnyi lélek vár a tárgyalására az idők végezetéig. Asztalot van megbízva a csarnok őrzésével. És néha azzal szórakozik, hogy haladékot ad egy-egy odaérkezőnek. Ez persze csak egy gonosz ördögi játék. Még senkinek sem sikerült. Mi? Mi nem sikerült? Hát, erről nem szívesen beszélek. Mondja meg, hogy mi nem sikerült. Az élete. Hogy élhet tovább. Mi ez a rohadt hosszú álom? Miért nem ébredek már fel? És ha nem álom, akkor ez micsoda? Mi ez? Hogy mi? Haláltusa. Jöjjön itt. Erre. Várjon! Jöjjön, mehetünk. Aluljáró közelében kell maradnia. Csak oda tud lemenekülni, ha megint jönnek a lovasok. Vagy pince. Bármi, ami föld alatt van. De miért akarnak engem megölni? Mert odafent nem tűrik Astaroth játékát. Aki halálfia, annak meg kell halnia. Végre akarják hajtani az elrendelést. Az ő szempontjukból még igaz kis van. És maga miért mentett meg? Én is szeretek játszani. Várjon! Ez magának játék? Az. Méghozzá meglehetősen ritka játék. Jöjjön! Talán az egy perces haladék miatt. De magára, mintha jobban vadásznának. Semmit sem értek. És már nagyon elegem van ebből az egész rémálomból. Amíg maga meg nem jelent. Addig senki sem üldözött, és senki nem akart engem megölni. Szerencséje volt. Az a hivatal sem működik hibátlanul. És most mi lesz? Itt kell gubbasztanom a föld alatt? El kell mondanom valamit. Egy Franz Marc nevű festő volt az előző haladékot kapó, akivel találkoztam. Egy háborúban került a halál és Astaroth karmaiba. Marc? Hallott róla? Igen. Münchenben láttam néhány képét. Az első világháborúban halt meg. Első? Ostobaság! Én annyi háborút láttam, hogy lehetetlen számba venni őket. Soha senki nem fogja tudni megmondani, hány háborúban próbált az ember kiirtani a saját faját. De mi történt vele? Szóval ez a szerencsétlen festő csak egyetlen másodperc haladékot kapott. Ide-oda röpködtek a golyók, de mindig ugyanazok a golyók. A rohamozó katonák kezükben a szuronyos puskákkal oda-vissza ugráltak. Folytassa. Ez a Franz? Rohangálni kezdett az előre-hátra ugráló bajtársai között, és megpróbálta rábeszélni őket. Kérlelni kezdte őket, hogy valaki vállalja át a halálát. Ez persze lehetetlen volt. Egyetlen másodperc. És azok mindig visszaugrottak az előző helyükre. Várjon. Mi az, hogy vállalják át a halálát?
Nem tudta, hogy ez a feladat? A herceg elfelejtette megmondani magának. Na, a fiú reménytelen próbálkozása nem tudom, meddig tartott, hiszen az idő mindaddig állt. De írtó sokáig kiszkedett ott. És azután? Jött a három lovas. Tehát ez vár rám is. Ha nem talál valakit, akit rá tud venni. Mire? Hogy halljon meg maga helyett. Halljon meg helyettem? Azt a rott. Alj a szemét, herceg. Ne szidja őt, mert hiú és öntelt. Azon kívül van egy hatalmas különbség. Maga egy teljes percet kapott. Ez mindenképp mellette szól. Azt hiszem, vendég érkezik. Thor! Te nyavajás! Te hitvány gazember! Nem tűröm, hogy belejusd az orrod az én dolgaimba! Asteroth, a sötétség hercege. Üdvözöllek. Hogy mint? Tűnj el! Meg ne lássalak többet! Ezzel a cirkuszi mutatvánnyal próbálod meg elkápráztatni a hölgyet? Szánalmas vagy és ostoba? Te vagy szánalmas! Játszod itt a se jó, se rosszat, de te egyszerűen egy gyáva féreg vagy. Azt csinálok veled, amit akarok! Ó, de megijedtem. Paprika, Jancsi. Tűnj el innen! Ne avatkozz a dolgaimba! Elég, elég! Hagyják abba! Maguk itt acsarkodnak, mint két hülye óvodás. Én meg nem sokára meghalok. Meghalsz? Csak nem akarod feladni, kedvesem? Nem volt velem tisztességes, herceg. Néhány dologra elfelejtette felhívni a figyelmem. Nem voltam tisztességes? Ez éppen olyan, mintha számon kérnéd az éjszakától, hogy miért sötét. És mielőtt minden sérelmedet rám zúdítaná gyönyörűségem. Eszedbe idézném, hogy mekkora kiváltságban részesültél ezzel a haladékkal. És cserébe te még keveset ajánlottál fel. Emlékszel erre a szerződésre? Ez csak egy játék volt. Hogy került magához? Nem. Sajnos olyan nincs, hogy játék. Hogy megállítunk valamit, és amikor megkapjuk, azt gondoljuk, hogy az járt nekünk? Nem, kedvesem. Mindenért fizetni kell. A papír persze semmit sem jelent. Emberi ostobaság. Nekem bőven elég, ha valaki a lelkében ajánlkozik fel. Tökéletesen elég. Az már szerződés. Te ezt éppen fél tucatszor tetted meg. És meg is kaptál mindent. Ugye? De hát egyszer ki kell egyenlíteni minden számlát. Asztalod, hagyd ezt az öntetszelgő hablatyot. Én meglehetősen unom. Alida pedig a kiváltságos percedet pazarolja. Feleslegesen. Befognád a szád? Minek kellett neked egyáltalán ebbe beleavatkozni? Különben vége lenne a szórakozásának, herceg. Mert a végrehajtókról is elfelejtett beszélni. Szépségem, te nem is olyan régen felkínálkoztál nekem. Hálás voltál, mint egy kiskutya. Megváltoztál. Egy kupac a Holtak Birodalmában, azt szeretnéd? Én bármikor befejezhetem. Miért fejeznénk be, herceg? Láthatod, egészen jól állom a sarat. Minden vágyam az, hogy a kedvedre legyek. Folytatni akarom. Nincs is más esélyed, Alida. Veled terveim vannak, de csak akkor, ha nem táplálsz felém gyűlöletet. De miért, herceg? Hiszen te választottál ki engem. Esetleg felmerült benned, hogy tévedtél? Asztaroth, a pokol hercege elhibázta a választását. Lenyűgöző, hogy mi fondorlatos árnyalatokat hív elő az élni akarás. Különösen a nőkből. Nem, egyáltalán nem választottam rosszul. Rendben van, folytassuk. De egy kikötéssel. Ez az alak eltűnik, és többet nem kerül a közeledbe. Értette, te nyomorú csavargó? Ismered a mondást? A mocsár is azért büdös, mert el van telve magával. Akkor, hercegem? Csak utánad, pökhendi féreg! Idegenekkel ne próbálkozzon, csak az idejét fecsérli. A rokonok, a barátai, ismerősei, a szülei, az apja, az anyja. Pofa be!
Jól van már, megyek. Alida, sok szerencsét. Mit csinálja? Alida, már nagyon vártalak. Ernő, gyorsan el kell neked mondanom valamit. Hihetetlen dolog történt. Egy teljes őrület közepén vagyok. Láttad az újságokat? Darabokra szedik a tegnapi műsort. Én megmondtam, hogy ne vállaljuk el. Nem érdekel. Egészen más problémám van. Egy karrier árnyékai. A színház utáló, világ szépe. Miss Magyarország pornó kirándulása. Hagyd már abba! Nekem már teljesen mindegy, hogy mit mocskolódnak. Rosszul nézel ki. Mi baj? Nem tudom, hogy kezdjek hozzá. De figyelmeztetlek, hogy amit most hallani fogsz, nem lesz túl hihető. Megtámadtak egy aluljáróban. A rabló rám lőtt egy pisztollyal. A golyó pont a szívembe fúródott volna, de... ekkor... Megtámadtak és rád lőttek? Nem, nem, ezt nem tudom elmondani. Csak az a fontos, hogy szükségem van rád. Szóltál a rendőrségnek? Ez a rohadt ugrálás. Alida, észre se vettem, hogy bejöttél. Nagyon kérlek, hogy figyelj rám. Gyorsan kell elmondanom, amit akarok, ezért kérlek, ne szólj közbe. Hova sietsz? Mi történt? Azt szeretném megtudni, hogy mennyire komoly a kapcsolatunk. Még mindig elvennél feleségül? Mi van? Mi történt veled? Ne jázd az értetlent. 2 éve azzal gyötörsz, hogy menjek hozzád feleségül, és most képtelen vagy egy határozott választ adni. Ne haragudj, de azért ez egy kicsit furcsa. Berontasz hozzám délelőtt 10:30-kor, hogy azonnal kérjem meg a kezed. Miért ezt mondod? Miért nem ugrasz örömödben a nyakamba? Mi a fene ez? Ernő! Alida, nem is vettem észre, hogy bejöttél. Azt akarom megtudni, hogy mennyire komoly a kapcsolat közöttünk. Még mindig elvennél feleségül? Mi ez a pánik? Most mitől lett ilyen sürgős a házasság? Bocsáss meg! Azt hittem, hogy közöttünk halálosan komoly kapcsolat van. Hogy senkivel sem tudnád elképzelni az életedet, csak velem. Legalábbis ilyesmiket mondtál nekem a hosszú autóutak alatt. Emlékszel? Azt hittem, hogy bármit megtennél értem. Most meg kellene tenned valamit. Miről van szó? Át kellene vállalnod a halálom. Átvállalni a halálod? Mi ez, valami rossz tréfa?
Lehet, hogy elég a kimondott. Lehet, hogy neki, vagy nekik elég csak a szándék, az akarat, hogy átvállalod a halálom. De ki az a nekik? Ne halogudj, de nem értek semmit. Alida, nem is vettem észre, hogy bejöttél. Úgy sem megyek veled semmire. Alida! Isten veled, Harta Ernő. Alida! Alida, most hova mész? Ki ez? Hova? Nagyházi Pétert keresem. Igazgató vagy valami ilyesmi? Harmadik. Itt várunk. Hé! Álljon meg! Elmennénk az állatkertbe. Megnéznénk a vízilovakat is. Legyen az asztalomom. Megpróbálom, és ma is túlórázni fogunk. Azt hiszem, hogy mindenképpen rá kell hajtanunk. Alig várom. A földszinti tárgyalóban vagyok. Péter! Péter, beszélnem kell veled. Alida! Hát te... Hogy kerülsz ide? Tudom, hogy amióta elváltunk, nem kerestelek meg. Rendben, én vagyok a hibás. Lehet, hogy a válást elkapkodtam. Tegnap láttalak a tévében. Hát mit mondjak, rémes volt. Te nem akartál elválni. Lehet, hogy még szeretsz. Ez nagyon fontos nekem. Emiatt vagyok most itt. Most mit bámulsz? Mi az Isten bámulsz? Hogy mit? Hogy 6 év után váratlanul megjelensz? Velem most egy iszonyatos dolog történik, és emiatt jöttem hozzád. Megpróbálom, és ma is túlórázni fogunk. Azt hiszem, hogy mindenképpen rá kell hajtanunk. Alig várom. A földszinti tárgyalóban vagyok. Péter! Alida! Hát te... Ne haragudj, de beszélnem kell veled. Nagy bajban vagyok, Péter. Arra kérlek, hogy figyelj rám. Hogy jöttél be? Nem szóltak, hogy itt vagy. Egy végzetes helyzetbe kerültem. Vagyis tulajdonképpen az életemről van szó. Tegnap láttalak a tévében. Hát... Miért nem figyelsz rám? Most mondom, hogy az életemről van szó. Soha nem figyeltél rám. Kiutaltál magadnak, mint egy díjnyertes babát, de soha nem érdekelt, hogy mit beszélek, vagy mit akarok. Ez nem igaz. Mindennél fontosabb voltál. Nem ezt akarom hallani, csak azt, ami őszinte. Ami őszinte. Te nem voltál őszinte. Egy szóval sem mondtad, hogy terhes voltál, hogy a gyerekem van benned. Meg sem mondtad. Én nem erről akarok beszélni!
Péter, várjál! Gyere, ne törődj senkivel, gyere! Teljesen elment az eszem. Igen, elment, de az neked lesz jó. Szoríts! Fogdos! Alida! Hogy a kívánsz még? Gyere! Olyan, mint régen, nem? Hogy szeretnéd? Mit csináljak? Mindent teszek, amire régen nem voltam kapható. Nagyon félek, szükségem van. Szent Isten, mi történt veled? Kezdjük újra. Azt akarom, hogy megint újra halálosan szerelmesek legyünk egymásba. Hogy tudsz ilyen ordinári lenni? Én azóta... Mit akarsz tőlem? Megnősültem. Átvállalnád a halálom? Mi? Mi az Isten van veled? Alig várom. A földszinti tárgyalóban vagyok. Hello. Alida! Te vagy az? Hogy vagy, édes kicsi férjem? Hogy kerülsz ide? De szent ég, be vagy rúgva? Azt kívánom, hogy ezután bármikor belépsz ebbe a rohadt liftbe, mindig én jussak eszedbe. Mit csinálsz itt? Miért jöttél ide hozzám? Hogy miért mentem hozzád? Hát... Mert olyan jól néztünk ki együtt a Bulvár magazinok címlapjain. Mit akarsz tőlem? Bennünket a képmutatás tartott össze 6 évig, drágám. És ezért a hazugságért most én viszem el a balhét. De miért? Miért én? Annyira igazságtalan, hogy velem történik ez. Olyan kurva igazságtalan. Na, visszamegyünk az irodámba, és elmondod, hogy mi ez az egész. Alig várom. Péter. Ne haragudj, Péter, bocsáss meg nekem. Alida, te vagy Isten az? Veled. Nem is láttál. Nyugodj meg. Ki volt ez a nő? Csak nem a Gál Alida. De. Ő volt. Pocsékul néz ki. És honnan ismered? Majd elmondom. Megpróbálom, és ma is túlórázni fogunk. Azt hiszem, ma mindenképpen rá kell hajtanunk. Alig várom. A földszinti tárgyalóban vagyok. Próbálom, és ma is túlórázni fogunk. Thank you.
lenne semmi, majd meg kellene nézni a processzort szerintem. Gálművész urat, a lánya vagyok. Jaj, bocsásson meg, Alida, nem ismertem meg. Itt van? Éppen próbál. Mit próbál? A kárpitos jelenetet, már 3 napja. Ott kuksol a kárpit mögött. Muszáj beszélnem vele. Jobb lenne, hogyha visszajönne egy óra múlva. A rendező úr nem örül, ha zavarják a próbát. Györgyi, nyugi, van idő. Mindig van idő. Tessék! Gyere, gyere! Nyelvet hiúszót viszonoz! Menj, menj! Kötözködő nyelvet, gonsz! Mi volt ez, Hamlet? Mi a baj, édesem? Ön a király, férje a csenője, de bár nem volna az az anyám is. Ha így van... Mi van, csókolom? Keresünk valakit? Pofa be! Na, ezt nem. Györgyi, nyugi, van idő. Itt mindig van idő. Tessék. Gyere, gyere, nyelvet hívni szót viszont. Apa. Menj, menj, kötözködő nyelvet. Apa, én vagyok. Alida. Mit keresel itt? Apa, ne haragudj, hogy idejöttem, de beszélnem kell veled. Majd a szünetben. Láthatod, a próba közepén vagyok. Apa, nincs szünet. Nem lesz szünet. Most kell beszélnem veled. Ne kérdezd, hogy hogyan kerültem ide. Nagyon nagy bajban vagyok. Nincs időm most elmondani, hogy miért. Gyorsan kell döntened. Meg kell, hogy ments. Mi van? Mi történt, kislányom? Kérlek, apa, ha igazán szeretsz, ha mindennél fontosabb a gyereked élete, gyorsan tenned kell valamit. Hogyan? Nem értelek. Éppen próbálok. Mi a baj? Csak te menthetsz meg. Jaj! Meghalt! Itt egy arany rá! Györgyi, nyugi, van idő. Téged szerettelek a világon a legjobban. Nem hagyhatsz magamra. Meg fogok halni. Miket beszélsz? Rosszul vagy? Orvoshoz kell menned azonnal! Rendben, apa. Akkor gyere, vigyél el orvoshoz. Nem mehetek veled, nekem próbálnom kell. De hát a gyereked vagyok. És még soha nem vittél orvoshoz. Olyan ritkán hívnak. Még mindig azt hiszed, hogy színész vagy. Az egész életed ráment erre a gürcölésre. A hiába való küszködésre, hogy elismerjenek. Én meg közben meggyűlöltem a színházat, mert otthon állandóan azon őrjöntél, hogy mellőznek, hogy semmibe vesznek. Tudod, mit tanultam meg tőled, apa? Az önzést. Hogy semmi más nem fontos az életben, csak a siker. Ti mit csináltok itt, Gál úr? Próba van, nem? Ez a nő? Ki ez? Ja? Györgyi, nyugi, van idő. Itt mindig van idő. Tessék! Gyere,
Gyere! Nyelvet, hiúszót viszonoz! Félek, apa. Engedd meg, hogy ide bújjak hozzá. De kislányom, próba van. Mi történt? Miért jöttél ide? Nyugodj meg. Csak egy percről van szó. Egy percre szeretnék ide bújni hozzá. Nagyon-nagyon félek. Jaj, megrémítesz, kislányom. Várjál meg a büfében, mindjárt szünet lesz. Tapottad sem innen. Míg tükrönbe nem nézel, mi megmutatja szíved versenyt. Aranyos vagy, de nekem próbálnom kell. Menj le a nézőtérre és várd meg a szünetet. Jaj, apa. Annyira szeretnék itt maradni. Szia, apa. Nagyon szeretlek. Te vagy a legnagyobb színész. Alida, te vagy az. Hová mész? Annyira felzaklatott ez a tegnap esti tévéadás, hogy elhatároztam, följelentem a csatornát. Hogy gázolhatnak bele ilyen durván egy tisztességes család életébe? Szegény férjemnek még el sem mertem mondani. Beszéltél már vele? Épp a telefonhoz mentem, amikor csöngettél. Volt tegnap egy különös álmom. A halott férjem is föltűnt benne. Nyugtalanító volt. Szerintem hív föl Alidát. Lehet, hogy bajban van. Föl is hívom. Majd akkor lesz bajban, ha meghallja a véleményem a tegnapi tévéadásról. Te vagy? Éppen jókor jössz. Itt van nálam Gizike, és a tegnapi tévéförmedvényedről beszélgettünk. Alida, én annyira feldult voltam az este, hogy 3 altatót kellett bevennem. Már 2 hívtak felháborodva a rokonságból. Nem ezért jöttem, anya. Egészen másokból. Apád szerencsére a színházban volt. Engem annyira felzaklatott az a tegnapi tévéadás, hogy elhatároztam, feljelentem a csatornát. Hogyan gázolhatnak bele ilyen durván egy tisztességes család életébe? Alida! Erzsikém, nem zártad be az ajtót, mikor átjöttem? Anya, nagyon kevés időm van, hogy elmondjam, amit akarok. Nagyon jó, hogy ide jöttél, mert nekem is van mondandóm a számodra. Mégis hogy képzelted, hogy így lejáratod magadat és a családodat? Nem akarok a tegnapi tévéműsorról beszélgetni. Honnan tudhattak arról a kínos esetről, a Ferenccel? Anya, sokkal nagyobb baj van. Meg fogok halni. Meg fogsz halni? Ezt honnan veszed?
Az most mindegy. Egyetlen módon menekülhetek meg. Várjunk csak. Mikoriak a leleteid? Tudtam, hogy te nem is jársz szűrésre. Anya! Én vagyok itt. Alida. Azért jöttem, mert meg kell halnom. És már csak te menthetsz meg. Alida, szívbajt hozod rám. Nem is hallottam, hogy csöngettél. Erzsikém, nem zártad be az ajtót, amikor átjöttem. Kész szerencse, hogy nem egy betörő. Nagyon kevés időm van. Nagyon kevés. Tenned kell valamit. Kiskoromban leestem Feri bácsiék padlásáról, mert meg akart erőszakolni. 12 évesen. Leestem, és majdnem meghaltam. Te utána azt mondtad, hogy Isten szép jövőt szán nekem, ha már megmentett. Ahelyett, hogy megölted volna a bátyádat. Tessék, itt az én szép jövőm. Ugyanis éppen meghalni készülök. Mi van veled, Alida? Anya, itt nőttem fel ebben az átkozott lakásban. Itt tettük tönkre egymás életét. Engem? De főleg te az enyémet. Alida. Állandóan azt verted a fejembe, hogy mindenki felelős magáért. Alida, legyél első az osztályban, mert felelős vagy magadért. Alida, ne feküdj le senkivel, mert felelős vagy magadért. De most neked kellene felelősnek lenned, értem? Lehet, hogy utoljára. Alida, hogy kerülsz ide? Mi van veled? Erzsikém, nem zártad be az ajtót, amikor átjöttem. Mi van velem? Éppen kudarcba fulladok. De össze-vissza beszélsz. Ittas vagy? Búcsúzni jöttem. Bár elég ócska kis búcsúra sikeredett. Azt hiszem, szép lassan megundorodtam magamtól ebben az aljasságban, amit művelek. Nem akarom, hogy vállald át a halálom. Alida, várj! Hova mész? Mi ez az egész? Miről beszélsz? Engem annyira felzaklatott az a tegnapi tévéadás, hogy elhatároztam, feljelentem a csatornát. Hogyan gázolhatnak bele egy... ide. Gyorsan! Siessünk le a pincébe! Álljunk meg! Ez a pince átvezet a szomszéd utcába. Ha sietünk, meg tudunk lépni. Hogy éppen erre járt? Követtem, mióta elváltunk. Értem. Szóval nem akar lemondani a szórakozásáról. Lehet. Bár inkább elkezdett lenyűgözni az élni akarása. Épp most adtam fel, amikor megérkezett. Nem engedem, hogy feladja Alida. Jöjjön. Thank you.
Várjon! Sehol semmi, jöhet! Hé, hogy kerültek ide? Zárva vagyunk! Nem akarok tovább menekülni. Kész, befejeztem. Befejezte? Hiszen nagyszerűen megléptünk. Én mindent megpróbáltam. Nem sikerült. Talán nem próbált meg mindent. Végig kell gondolnia. De nem maradhatunk így együtt sokáig. Tudja, a pártfogója. Nem érdekel azt. Ki ne mondja a nevét, mert a föld túloldalán is meghallja. Figyelj rám, Alida. Talán akad valaki ebben a rohadt városban, aki feltétel nélkül szereti magát. Nem. Nekem már senkim sincs. Mindenki elhajtott. Csak bolondot csináltam magamból. Elegem van. Fáradt vagyok ehhez a bujkáláshoz. Meg akar halni? Van választás? Mi van, mit néz? A szemét. A tekintetéből hiányzik a feladás. Fázom. Mi az, amit még tehetnék? Tudja, amikor észrevettem magát ott azon a téren, azt hittem, hogy miattam érkezett, hogy lám, itt van. Ez persze csak egy önző ábránd volt. Mert amikor megláttam a lovasokat, rájöttem, hogy megint nem értem küldtek. Kit vár? Valamennyien egy valakit várunk, Alida. Csak nem tudjuk, hogy ki az és hogy néz ki. A halálnak arca van. És én már nagyon szeretném megismerni az enyémet. Azt akarja mondani, hogy nem jó az örök létben lenni? Elviselhetetlen. Ez jó. Mi nyavajás földi élőlények. Hogy vágyunk a halhatatlanságra? Ezért a kiváltságért vesződünk egész életünkben. Amikor eljöttem az anyámtól, azt éreztem, hogy ajándék volt ez a perc, hogy elbúcsúzhattam a halálom előtt azoktól, akik valamennyire fontosak voltak az életemben. De aztán rájöttem, hogy megint hazudok. Igazán soha senki nem volt fontos. Csak én. Csókoljon meg. Csókoljon meg. Legyen ez az utolsó kívánságom. Meg fogsz halni, Alida. Nem bánom. De te élni akarsz. Ne törődj vele. Arcod gyönyörű. Pont ilyenre vágytam. Igen, én vagyok az. Senki sem vállalta át a halálát, pedig egy teljes percet kapott. Volt úgy, hogy attól féltem, sikerülni fog neki. De a remegő emberi lélek gyávább annál, hogy bárkit rá tudott volna venni. Cseréljen vele. Nem sokára véget vetek a játéknak. Alida ismét ide érkezik. Mi a terved, herceg? Mit tegyünk vele? Megy a felvevőbe? Még nem döntöttem el. Csalódott vagyok. Többet vártam tőle.
Á, kész csőd a nő. Szerintem is felejthető. Jöhet a következő. De ne ilyenekkel próbálkozz, herceg. Maradj már, veszteg, neki tetszett. Végül is nem volt rossz választás. Jól indult a dolog. Ez nem vitás. Csenci pirtyúk! Maradjatok. A nevemet hallom. Alida hív! Alida hívja. Akkor úgy érzem... A hülye játékának még nincs vége. Astaroth! Pokol ostoba hercege, most azonnal jelenj meg! Szoríts magadhoz. Nem szabad elengedned. Átkozott semmire kelő tar! Megmondtam, hogy tűnjél el! Alida! Azonnal engedd el, és menj tőle távol! Elloptam a játékszered, te pojáca. Ez durva volt. Szoríts magadhoz. Alida! Vége a türelmemnek! Halott vagy, ha nem engeded el! Késő, te bohóc. Vesztettél. Én ezt nem fogom bírni. Akkor mondd. De mit mondjak? Azt, amit akarsz. A lázadóknak nincs kegyelem! Mondjad. Vége a játéknak! Hallgass, herceg, amit mondok. És hallgassa az összes lény, akik életről és halálról döntenek. Saját elhatározásomból, mindenféle kényszer nélkül, lemondok az életemről. Ne. És átadom ennek a férfinak. Ne! Ezt nem teheted! Nem teheted! Szabad vagy, Thor. Te ringyó! Na végre! Erre is órákat kell várni. Jó napot, uraim! Nagyház Péter, Csomos. Nagyház. Jó napot. Nagyház. Jó napot, Bölöskei. És nagyház, tessék. Ó, mi hebe úrja, véres munka ez. Véres bíz ez, s majd oly gonosz anyám, mint megölni egy királyt, és öccsével élni. Királyt megölni? Szegény izgága vén bolond. Nyugodj. Még egyszer. Micsoda rémes álom volt, Atya Isten. Nem értem, miért nem veszi fel. Még egyszer megpróbálom. Halló. Alida, itt az anyád. Anya, de jó, hogy hívtál. Igen? Ennek örülök. Annyira jó. Itt van nálam a Gizike, tudod, a szomszédasszony. Azt mondja, hogy rémes álma volt. Valamiért rád gondolt, és hogy baj van. Én nem akartam, de... Azt mondta, hívjalak fel. Jól vagy?
Jól, persze. Nincs semmi baj. A hangodon nem ezt hallom. Tényleg jól vagy, kislányom? Anya. Nincs semmi baj. Akkor megnyugtatom, Gizikét. Olyan jó, hogy múlik az idő. Ennek annyi? Maga találta meg? Én. Aztán a végállomásra siettem. Onnan telefonált a kolléga. Én telefonáltam. Maga tehát hallotta a lövést, és utána jött le. Egy csattanást hallottam. A gyilkos nyilván arra szaladt, mert a tér felé nem jött senki. Nincs nála semmilyen igazolvány. Szépen szíven lett lőve. Mi? De hát nincs is körülötte vértócsa. Csak egy csinos kis lyuk az ingé. De miért vigyorog? Látod te is? Biztos azt hitte, hogy valami vicc. Tudja, arról sem. Központ, itt Radó Törzászlós. Egy gyilkosságot jelentek be. A mexikói úti aluljáróban ismeretlen férfi lőtt sebbel. Szerintünk gyilkosság. Biztosítjuk a helyzetet.